Jubileumot ünnepelt a közelmúltban a Miklósvai Általános Iskola. Nem csupán az épület fennállásáról emlékeztek meg, hanem a település részen zajló oktatás évfordulóját is megünnepelték. Próbáltam összegyűjteni az itt töltött 4 év alatt az elődöknek a munkáját, az oktatás történetét. Hát a 40-es évek előttről nagyon kevés információt sikerült összegyűjteni, de azt követően elég sok anyag előkerült, ami azt bizonyítja, és ami öröm számomra is arra ösztökélt, hogy még mélyebben ássak bele ebbe a dologba, hogy az elődök, amit megteremtettek, pedig nagyon sok kegyetlen dolgon kellett keresztül menniük, az első világháború, második világháború, az 56-os események, az állandó törvényi változások, ugye, és 48-ban megszűntek az egyházi iskolák, állami általános iskolák jöttek létre, és mindezt végigvezetni. Dömölki László volt az, aki 46 évig dolgozott a miklósvai oktatásban, mint pedagógus, aztán mint intézményvezető, tehát igazgató. Aztán akik őt követték, volt Buvári Lajos, aztán Szili Károly, aztán utána volt a itteni tanítvány Imics Lászlóné, aztán Sajni József is tanítvány volt, akik visszatértek, mint intézményvezetők az oktatásba. Nagyon sok olyan diák, aki itt végzett, valószínű, hogy a pedagógusok olyan példaképek voltak számukra, hogy nagyon sok pedagógus lett belőlük. Itt említhetném a teljesség igénye nélkül, mert nem szeretnék senkit kihagyni vagy megsérteni. Például a Batthyány gimnázium igazgatónője, Szebenyi Marika néni is ebben az iskolában végzett. Aztán itt, akik kiszólítattak, hogy 40 éve dolgoznak az intézményben, a Lengyelné Gerencsé Piroska, Kiszelák Istvánné, az általános iskolai életüket is itt töltötték, és nagyon sok anekdóta kering az itt dolgozó pedagógusokról is, még a nagyon kezdeti időszakból is. Tehát nagyon népszerűek voltak, szerették őket, de ők is oda tették magukat, tehát igazi családként nőttek föl. Ami számomra furcsa volt, és azért fejet hajtok az elődök előtt, hogy azokat a hagyományokat, amit megteremtettek, azt az iskola nem adta fel, hanem a mai napig is továbbvitte. Ez a sport szeretete, ahol nagyon sok szép eredmény született országos szinten is. Aztán a hagyományok ápolása, tehát a múlt tisztelete, ami a mai napig érvényes az iskola életében. És én bízom abban, hogy a mostani kollégák, a fiatalok, akik itt dolgoznak, azok ugyanúgy tovább fogják vinni. Az itteni diákok is szeretettel fognak emlékezni arra, hogy mi is történt a múltban, nem adják föl. Tehát itt járt az 50-es években egy boldgár miniszteri küldöttség. Itt volt a 70-es években az a bázis, ahol a Pécsi Tanárképző Főiskolán végzett, vagy hát gyakorlatukat itt végezték a hallgatók, és abban az időben Steinhardt László igazgató úr meg is említette, hogy végre eljöttek a Pécsi Tanárképző Főiskoláról, és elismerték azt a tevékenységet, amivel a gyakornokokat fogadták, és segítették a pályára való indulásukat. Aztán volt a nép vikár Gyula, aki gyűjtötte a néphagyományokat, népdalokat, és itt volt egy diák, most a neve nem jut eszembe, aki balladát énekelt föl, és annak idején még a rádióban is játszották ezt a dalt, ezt a népdalt, és az énekkar is szerepelt. Aztán kis körzeti központ volt, ami azt jelentette, hogy a miklósvai iskolába gyűltek össze Pátró, Belezna, Súrd vezetői, intézményvezetői, és akkor itt megbeszélték a szakmai tapasztalatokat, aztán kidolgoztak különböző programokat, ahogy a törvényi változások előírták, aztán annak idején voltak ezek a kulturális seregszemlék, tehát a tanórán kívüli tevékenységekre vonatkozóan is azt keresték, hogy milyen nevelő hatása van ezeknek a körzeti kulturális bemutatóknak. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami mai napig él az iskolákban, de itt a miklósvai iskola sikerességét, ezt majd ott kint is el fogom mondani, én abban látom, hogy olyan intézményvezetői voltak, akik magukénak érezték,
és mindent megtettek azért, hogy akik ide járnak, jól érezzék magukat. Aztán olyan pedagógusok, akiket a gyerek szeretet jellemzett, és azt, hogy milyen plusz tudnak adni a gyerekeknek. Például a napközis foglalkozásokat az Image Marika néni volt az, aki diák volt, aztán pedagógus és majd intézményvezető, aki megreformálta ezt a napközis foglalkozást, amiről a tantestületi jegyzőkönyvekből sikerült megtudnom, hogy a intézményvezetők elismerték, de még a kollégák is elismerték azt, amennyi pluszt ő beleadott abba a délutáni foglalkozásokba a gyerekeknél, és én úgy gondolom, hogy nem ok nélkül került ő ki, mint intézményvezető is, és még a Tudományos Akadémiára is meghívták, vagy egy pályamunka révén, és ott előadást is tarthatott a Marika néni.